A Misericordia, vagyis isteni irgalmasság elnevezésű idősek otthona 2015-ben nyitotta meg kapuit, 2022-ben pedig új épülettel bővült. A koronavírus járvány után az idén az isteni irgalmasság vasárnapján ünnepelték meg ismét szabadon, kétnyelvű szentmise keretében az otthon kápolna búcsúját. Az idősek ellátására egyre nagyobb szükség van. Gyolai Antal, 79 éves, szerb ittabérről tavaly költözött be az otthonba. Be van minden osztva. Reggel meg van a reggeli, reggel után van torna, aki akar részt venni, akkor torna után vannak ilyen szabad szórakozások, ki mivel bír, meg akar foglalkozni. Ez a Diana nővér, ő vezeti. Akik nehezebb, súlyosabb betegek, azok nem járnak le az ebédlőbe se, de akik lábon vannak, vagy tolókocsiba, azok lejárnak oda az ebédlőbe, ottan is találkozunk, akkor délutánonként, ha jó idő van, ki is bírunk menni, akkor van ottan szórakoztató terem is, ahol összebírunk gyülekezni, azt akkor így telnek a napok. A kisoroszi 86 éves Jójárt Anna 5 éve az otthon lakója. Az otthon az otthon, a saját otthon, ami volt, de így hozta a sors nekem, a családok külföldön vannak, és én nem akartam se az egyik fiamhoz menni, se a másikhoz. Elhatároztam, hogy ide jövök az otthonba, és meg vagyok elégedve. Én jó. Vannak napok, mikor olyan kicsit keserges, mikor milyen. Így, ez van. Jó, jók a nővérek, gondolom. Meg vagyok elégedve. A Misericordia idősek és ápolást igénylők otthona az egyetlen egyházi alapítású szociális otthon Szerbiában, amely 70 idős személy számára nyújt teljes ellátást. Mint egy szociális intézmény elsősorban annak szeretnénk megfelelni, hogy méltó és nyugalmas környezetet biztosítsunk azoknak, akik ide költöznek hozzánk, akik idős napjaikat itt szeretnék biztonságban és gondoskodásban leélni. És hát minden napjainkat ez a feladat tölti ki, hogy a nap 24 órájában megfelelő ellátást és gondozást biztosítsunk a lakóinknak. Két nyugdíjas lelkész biztosítja a lakók lelki gondozását, az alkalmazottak többsége ápoló, de van egy főállású szociális munkás, fizioterapeuta is. Az otthon mindenki számára nyitott, a vallási és a nemzeti hovatartozás soha nem volt kizáró ok.